Figyelmesen töltik a kolbászt az 5. Szentgáli Böllér versenyen. A Szentgát Szőlőhegyért Egyesület és a Szőlőszem Civil Bűnmegelőzési Egyesület idén is összemérte tudását a Böllér kupáért. A csapatok már korán reggeltől egy-egy körülbelül 150 kg-os disznót dolgoztak fel és készítették el ételeiket. A szentgáli csapat az eddigi 4 alkalomból 3-szor is elvitte a kupát. A csapatkapitány elmondása alapján a szervezettségben és a jól összeszokott csapatban rejlik a titkuk. Előre már hetek kezdődött megbeszéltük, hogy ki a milyennek a feladata. Én például Főböllér vagyok, én a csapatomat rendeztem, aki nekem segít szétszedni a disznót, meg itt az asztalnál a töltés nem ilyen. Az asszony, aki Moris néni, aki főzi a húsleves, nem mindent, tehát ő csapatokra osztottuk. Mindegy főzési folyamatnak megvan a felelőse. Én annak a felelőse vagyok, ő ennek a felelőse, tehát mindenkinek megvan a felelőse, tehát mindenki azzal foglalkozik, amit rábíztak feladatot. Az első szentgáli böllérversenynek Balogh László volt a főszervezője, azóta minden évben az ő emlékére rendezik meg az eseményt. Az egész napos program végére kiderült ki 2020 böllér királya és kolbász királya. A kolbász király címért még további 6 zombai csapat is megmérkőzött idén, mondta Balogné Gál Zsófia főszervező. Idén először első alkalommal hívtuk meg a zombai társcivil szervezeteket, hogy kicsit közelebb kerüljünk egymáshoz, hogy együtt valósítsuk meg a céljainkat, ezért őket csak a kolbász töltésre, tehát a darált húsból kaptak, és mindenki a saját íze szerint versenybe bocsáthatta a kolbászát, úgyhogy a kolbász király címért idén 7 csapat szállt versenybe. A csapatoknak orjaleves, pörkölt, káposztás étel, hurka és pecsenye készítésben mérték össze főzési tudásukat. 2020-ban a Szőlőszem Civil Bűnmegelőzési Egyesület érdemelte ki a kupát, a legjobb böllér a Szentgáld Szőlőhegyért Egyesület színeiben versenyző Takács István lett. A kolbász király címet a zombai polgárőrök szerezték meg, a legjobb ételnek pedig a Szentgáld szőlőhegyiek pecsenyéje bizonyult.